Visszatér ez a podcast beszélgetés, remélem fogják élvezni továbbra is, és az első részben Vona Gáborral beszélgetek a választásról, külpolitikáról és arról, hogy mi a bajunk a politikával, kicsit olyan lesz, mint két öreg ember, akik panaszkodnak dolgokon, de szerintem élvezetes. Szervusz! Szervusz! Bejelentetted, hogy Gyöngyösön, vagy a Gyöngyös központú választókerületben szándékozol 26-ban indulni, hogy ez milyen szinten gondoltad így a többi párttal, vagy kinek a jelöltjeként, vagy majd ki fognak felszólítani visszalépésre, vagy arra, hogy vegyél részt valami előválasztáson, tehát mire számítasz ebből a szempontból? Ugye abban az értelemben ez nem egy nagy meglepetés, hogy amióta én az országos politikában úgy benne vagyok, mindig indultam ebben a választókerületben 2010-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben csak azért nem, mert akkor nem vettem részt a pártpolitikában. Ugye, amikor a 2RK elindult, és ugye azzal a céllal, hogy az országgyűlésbe kerüljön, akkor az a kérdés, hogy a pártelnökeként nekem kell egyéni mandátumért is harcba szállnom, az nagyjából világos volt, hogy igen, hiszen egy ilyen kezdőpártnak, egy új pártnak, mint amilyen a 2RK, az elnökének is terepen is be kell szállni a játékba. Úgyhogy ezért döntöttem így, és hogy aztán mire számíthatok, ezt nem tudom. Tehát, hogy ez nem tudom, hogy kinek mi van most a fejében. Azért ilyen unortodox időket élünk, és fogalmam sincs arról, hogy más pártoknak mi van a fejében. Annyit tudok, hogy az én fejemben mi van. És az én fejemben meg az van, hogy ha ez a választókerület nyerhető, akkor azt én tudom megnyerni. Nem láttam az elmúlt 5 évben olyan ellenzéki politikust, aki kinőtt volna, felnőtt volna, és akire azt tudnám mondani, hogy jó, hát na, ő azért olyan erős jelölt, hogy akkor jobb, hogyha én inkább itt nem indulok. Azért érdekes ez, mert elolvastam meg megnézni, amit mondtál erről, és volt ez a mondat, ez volt az ilyen egyik szlogenszerű mondat, van az új ellenzék kifejezés, amit nem pontosan értek, de ez mindegy. A másik az Orbánnak mennie kell, ezen sokat gondolkodtam, meg egy közös ismerősünkkel az autópályán egy 100 kilométernyi telefonáltam erről, tehát sok gondolat képződött, és... Örülök, ennyire inspiráló volt ez, egyébként nem túl bonyolult gondolat. Hát igen, mert hogy miben határozzuk meg a politikai tétjét egy választásnak. És hogy talán, ami nekem szimpatikus voltak, vagy szimpatikus a 2RK-ban, mert most már, hogy... nincs olyan választás éppen, ahol egymás ellen indulunk, most már elmondhatom, hogy kifejezetten szimpatikus dolgok történtek a 2LK kapcsán, meg szimpatizáltam a szereplésekkel, az volt, hogy a tétjét a politikának nem Orbán Viktor személyében határozta meg. Igen, és ezt sokan félre is értették, és azt gondolták, hogyha ezt nem hangsúlyozzuk ki, akkor mintha azt nem is akarnánk. És amikor én azt mondtam, hogy Orbánnak mennie kell, vagy azt mondom, hogy Orbánnak mennie kell, akkor szeretném felhívni a mindenki figyelmét, hogy a 2RK is kormányváltást szeretne. De ez nem jelenti azt, mint amit most esetleg a te kérdésed így implicit módon tartalmazott, vagy nem tudom, volt-e ilyen szándéka a kérdésnek, hogy akkor ez lenne a választás tétje csupán. Szerintem nem. Tehát mi mindig el szoktuk mondani, hogy mi nem vezérváltást szeretnénk, hanem valódi kormányváltást, meg valódi rendszerváltást. Ehhez Orbánnak mennie kell. De ez nem a mondatnak a vége. Ez még gyerekkoromból egy emléket idézett, hogy amikor narálták a szüleim a Fidesz-SZDSZ viszony megromlását még a 90-es évekből, akkor volt ez a társadalmi szerződés a beszélőben, a Kádárnak mennie kell. Nagyon-nagyon fontos kiáltvány, ami itt ugye a fideszes narratíva az volt, hogy az volt ezzel a probléma, hogy ők csak a Kádárt akarták leváltani, nem az egész hóbelebancot, hanem csak a Kádár személyre irányult ez. A beszélgető partnerem kifejtette, hogy valószínűleg ezt később alakították ki ezt az emléküket, és akkoriban nem ez volt a narratíva, hanem pont az volt, hogy milyen radikális ez, de most nem a történelmi része a lényeges, hanem hogy vajon van-e annyira fontos Orbán Viktor személye, mint amennyire Orbán Viktor tartja fontosnak Orbán Viktor személyét, vagy a jobb oldal tartja fontosnak Orbán Viktor személyét. Szerintem van. Tehát én nem tudok elképzelni NERT Orbán Viktor nélkül. Tehát én azok közé tartozom, ezt tudom, hogy egy nagy filozófikus vita itt a honi politológia köreiben. Szerintem nincs Orbán utáni NER. Lehet utána kialakulhat egy újabb rendszer, mint ahogy kialakulnak általában a magyar társadalom előbb-utóbb, ki követeli szinte, hogy kialakuljanak ilyen rendszerek, ilyen személyi kultuszra épülő vagy autoritásra épülő rendszerek. De szerintem a NER az annyira Orbán Viktor saját kreatúrája, hogy az őt nem fogja túlélni.
És ilyen értem, amikor azt mondom, hogy Orbánnak mennie kell, akkor az, ebben ez is benne van, hogy ez egy rendszerváltás kell, hogy legyen. A 2RK annyiban más, mint az ellenzék többsége, hogy ennél nem állunk meg, és akkor mi ezt azért kimondjuk, és nem ez a mondat végén a pont, hanem utána vesző van, és akkor utána mi lesz. És mi igazából erre szeretnénk fókuszálni, de ha már ez a mondat ennyire ilyen központi témává vált, akkor hagyd mondjam el, hogy ez inkább az O1G-vel kapcsolatban született ez a mondat. Tehát ugye az O1G volt egy ilyen csata kiáltása az ellenzéknek, és az Orbánnak mennie kell az ennek hát nem tudom, hogy milyen, hogyan viszonyul hozzá. A szalonképesebb verziója. Igen, igen, tehát hogy a politikai stílus. Tehát hogy az, hogy Orbán Viktort szeretnénk leváltani, azt lehet kulturáltabban is közölni, úgyhogy annak megmarad az ereje, vagy a felkiáltója megmaradhat a végén. De szerintem legyünk már annyiban igényesek saját magunkkal kapcsolatban, hogy nem ilyen jelszavakat találunk. Csak azért, mert számomra az egy nagyon szomorú dolog, hogy mindenhol azt látom, hogy üresedik ki a személyek mögötti mindenféle tér, intézményi, gondolati, tehát mindenféle tér. A magyar jobboldal sajnos Orbán Viktor, és akkor itt nagyjából véget ért a történet, és már ők maguk se gondolják azt, hogy rajta kívül valamilyen alkotás lenne. Az ellenzéki oldal meg ezt lemásolja, és nekem ennek a struktúrájával van nagyon súlyos problémám. Azzal, hogy egyszerűen nincsenek meg a személyek mögött ezek a közvetítő közegek. Nemrég volt egy érdekes napom, ahol beszéltem egy ellenzéki médiának a vezető szerkesztőjével, meg a köztévében valakivel, aki dolgozott, és mind a kettő arra panaszkodott, hogy hiába vannak olyan ötleteik, amik vitább műsorokat, vagy árnyaltabban megmutató műsorokat engednének, erre azért nem csak politikai szándékból nem engedik, hogy ezeket bemutassák, hanem egyszerűen nincs a közönségben már szerintük igény arra, hogy ezeket a műsorokat bemutassák, és már a médiafogyasztásban is az az igény, hogy ugyanazt az érvet halld meg, amit már amúgy is gondolsz, ugyanazt az álláspontot erősítse meg, és csupán ebből a szempontból, nem mindent akarok erre mondatra ráhúzni, de ebből a szempontból merült még ez föl. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy azt mondjuk, hogy Orbánnak mennie kell, ezzel mi nem akarjuk leegyszerűsíteni a politikánkat, csak tettünk egy alapállítást. És ahogy mondtam, nem fejeződik be a mi mondatunk itt. Amiről beszélsz egyébként, azt nem tudom, hogy mennyire hazai és mennyire világjelenség. Talán nemzetközileg is jelen van, és én sokat gondolkodom ezen, hogy miért vált a vita, amit választunk el határozottan a veszekedéstől. Tehát a konstruktív vita, amikor leülsz valakivel, akivel más világképed van, és ezt te egy élménynek éled meg, és nem valami, nem tudom, ilyen szörnyű kényszernek, és akkor általában el is kerülöd inkább. Tehát miért van az, hogy ez nem csak a politikát uralt el, hanem a társadalmi igény sem mutatkozik meg. Tehát nincs a saját szavazó bázisából a politikusok nem kapnak, vagy bázisukból nem kapnak nyomást arra nézve, hogy már pedig neked ki kell állni, és vitázni kell, vitázz, hanem a saját szavazó bázisuk megerősíti őket abban, hogy jól megmondtad, jól megüzented neki, köszönjük szépen, mi ezzel ki is lettünk elégítve. És hogy ennek mi lehet az oka, az nyilván innentől kezdve csak találgatás a részemről. Annyira bizonytalan a világ szerintem, és annyira ismeretlen a jövő egy mai átlagember, meg mindannyiunk számára, hogy nem biztos, hogy elbírjuk már azt, hogy ha azt kell tapasztalnunk, hogy az, amiben hittünk, még az is megkérdőjelezhető. Tehát mi, ahogy te is mondtad, már csak azt szeretjük visszahallani, hogy valaki azt, amit én gondolok, és azt, amit én igaznak tartok, azt visszamondja, hát pláne, hogyha még valami nagyon nagy ember is, aki esetleg még jobban is megfogalmazza, meg még erős teljesebb szavakkal, vagy még jobb képekkel cicomázza föl ugyanazt a gondolatot, amit én érzek, akkor én annak örülök, és annak már nem biztos, hogy tudok örülni, vagy nem biztos, hogy elbírom lelkileg ebben a bizonytalan világban, hogy azt érezzem, hogy az, aki engem politikailag képvisel, az nem biztos, hogy a teljes igazságot képviseli, lehet, hogy neki sincs mindenben igaza, és akkor ezáltal rám nehezedik az élet. Rám szabadul itt egy csomó kérdés, és ezért azt várjuk a politikusoktól, hogy kinyilatkoztassanak. És ez a 2RK alap filozófiájával is nagyon szemben megy. Tehát mi a legelejétől deklaráltuk, hogy mi vitákat szeretnénk, és beszélgetéseket, és hogy ha egy vitában valaki mondjuk nem az ő érvei az erősebbek,
akkor attól nem semmisült meg az adott értékrend, attól nem semmisült meg egy adott pártnak a gondolatisága, az adott politikus sem semmisült meg, hanem abban a pillanatban, abban a kérdésben neki voltak gyengébb érvei. És majd lehet, hogy egy másik vitán neki lesznek. És hogy ez a fajta nagyvonalúság most nincs meg sem a társadalommal, sem a politikában, és én ezt inkább egy ilyen világjelenségnek érzem, egy ilyen nagy globális elbizonytalanodásnak a hatásaként. Igen, ugye kétféle disztopikus science fiction van. Az egyik, ami azt mondja, hogy a jövőben majd az lesz az embereknek a kontrollja, hogy nem fognak információhoz jutni. A másik, ami azt mondja, hogy túl sok információhoz fognak jutni, és ezáltal olyan, mintha nem jutnának elég információhoz, mert minden információ egyszerre az megszünteti annak a lehetőségét, hogy megtudjuk, hogy mi az, ami fontos, és mi az, ami nem, és majd kicsit ez történik. Hát lehet, hogy a kettő így egybeolvasott. Tudod, azért gondolkodtam, hogy mondtad ezt, hogy nem hallottam még ezt a két disztópikus lehetőséget, ez nagyon kifejező, hogy és a közösségi média is úgy indult, hogy ez milyen jó lehetőség lesz arra, hogy az információk demokratizálódása, a szólásszabadság, a különféle vélemények megjelenése, a komment, mint olyan a komment, az én elképzelem, ahogy ülnek ott, akik kitalálták a közösségi médiát, és ülnek, és hogy valakinek bejön, hogy kéne kommentelési lehetőség, és ott mindenkinek egy ilyen aha élménye van, egy eufórikus pillanat, hogy végre, hát hogy az emberek elmondhatják a véleményüket, és nyilván akinek nem inge, ne vegye magára, és ezt most tényleg többszörös felkiáltójelvel kérem, de azért a kommentelő, mint olyan, az most már egy szociológiai jelenség. Tehát én azt tapasztalom, hogy a kommentelőknek egy jelentős része, és akkor megint akinek nem inge, ne vegye magára, meg nagyon, vannak nagyon szép komment folyamok, azért alapvetően a kommentelők, vagy a kommentek, azok ilyen életfrusztrációknak a odahányása. Pusztító vággyal. Tehát, hogy ártani, rombolni akarok neked valamiért, mert valami becsípődést jelentesz nekem. Tehát, hogy a jó kezdeményezés, a túl sok információ, az valójában nem élmény a társadalom számára ma, hanem inkább félelmetes valami, amitől bele kell menekülnünk a buborékba. Most abban nem menjünk bele, vagy belemeltünk, hogy most ez üzleti, üzletpolitikai, algoritmikus szempontokból jó-e valakinek, hogy ez így van, vagy jó-e ez gazdasági tekintetben, de politikailag, meg társadalmilag én nagyon pusztítónak látom. Én magam is érzékelem, hogy tényleg buborékban élek. Tehát, hogy nagyon sokszor van az, hogy mivel én tudatosan próbálok a buborékomból kitörni, így szinte rá kell ébrednem, hogy itt tehát, hogy kikerélek egy országban. És most ezt nem negatívan mondom, hanem hogy mennyire más világképek és mennyire más élet filozófiák vannak itt összezsúfolva ebben a kis országban. Igen, ezen mindig gondolkodom, hogy néha érdekes lenne bizonyos embereket összerakni, most pont a Tokaji írótáborban voltam, ahol egy kárpátaljai költő mesélte nekem, hogy Ukrajnában, ő olvasta egy ukrán újságot, hogy van egy ilyen nem is kevés ember által adott elmélet Ukrajna, most a kevés mondjuk pár ezer, amely szerint Jézus ukrán volt, és az utolsó vasalán borcslevest szolgáltak föl, és erről valamilyen különböző ilyen álrégészeti leleteket is mondtak, és eszembe jutott, hogy a Jézus magyar volt emberekkel kéne őket egy helyre rakni, és akkor ez a két buborék milyen dolgot okozna egymásnak. Igen. Ez valószínűleg minden országban megvan, nem attól tartok, azt hiszem, Jézus román volt is van, igen. Igen, igen. Tehát, hogy ez annyira nem lep meg. Csak az a probléma ezzel, és akkor ez most visszautalok egy picit a politikai részére, hogy az miért van, hogy annak az ellen mit lehet tenni, hogy a buboréknak a legbelsejében lévők uralják el a politikát. A leghangosabb. A leghangosabbak, tehát hogy szoktuk mondani, hogy szekták vannak Magyarországon, politikai szekták. Ez részben igaz. Tehát, hogy van a Fidesznek is, van a DK-nak is, most már van a Tiszának is. Ez nem azt jelenti, hogy ők mind szektársak, hanem a szavazóiknak egy része az lényegében egy ilyen identitássá, megingathatatlan identitássá teszi a politikai választását, amivel olyan szinten azonosítja magát, hogy a pártot ért, vagy a párt politikai vezetőjét ért támadást, az ő személyes életét feszélyezteti, vagy teszi tönkre, úgy éli meg. Van egy csomó ember még, aki nem így gondolja, aki egyik vagy másik pártra szavaz, ilyen sokkal lazább, vagy sokkal kötetlenebb okokból. A többség ilyen. A többség ilyen, és mégsem a többséget látjuk. Tehát sem a kommentekben, sem a politikai vitákban, a sajtó sem ezt erősíti fel, a politikusok sem, a többségnek, ilyen értelemben nem a többségnek politizálunk. Így sokszor, hanem mindenki a saját hardcore-jának,
Ami azért fura, mert matematikailag igazából, hogyha a többség az nem ilyen, akkor matematikailag ez egy politikai logikai szempontjából ellentmondás, és mégis mindannyian érezzük ezt a nyomást. Igen, itt rátérünk kicsit a 24-es választásra, hogy én beszéltem sok emberrel, aki a Tiszára szavazott, ezeknek egy jelentős része ambivalens volt ezzel a szavazással. Egy esélyt adott, az ellenzéki pártstruktúrával való, meg szereplőkkel való jogos frusztrációnak adott hangot, a nehézségi erőre szavazott, ezt leíróan mondom, mondom, ez nem biztos egy rossz szavazási magatartás, csak mesélem, és a fideszeseknek is egy jelentős része, leültetnénk itt 10 000 fidesz szavazót, sorolni tudnák, hogy milyen problémáik vannak a rendszerrel, és igenis őket is idegesíti, hogy nincs légkondi a műtőbe. És mégis döntenek valahogy. Szerintem érdemes végig gondolni, hogy miért, de emellett pedig azt, amit mi csináltunk, és ebben hasonló dolgot csináltunk a 24-es kampányban, ez a kezeljük felnőttként a választópolgárokat, és próbáljunk meg normálisan beszélni, és legyenek érdemi viták, és legyenek ügyek, tehát hogy legyen konkrétum a magának a politikai beszédnek, erre láthatóan olyan jelentős választói kíváncsiság nem volt ebben a körben. Én nem hiszem, hogy igen, nem, úgy tűnik, mintha nem lett volna, de nem tudom, hogy ezért érte el az LMP vagy akár a 2RK mérsékeltebb eredményt. Mert hogy nem, mások, akik nem ezt a konszolidált, vitára épülő politikát képviselték, ők sem értek el jó eredményt. Tehát, hogy talán itt a Tisza áradás és az ellenzéki pártok gyenge szereplése az másból fakad szerintem. Tehát, hogy itt én ezt ilyen valahol a NER lényegéből fakad, hogy annyira bebetonozódott ez a rendszer, és annyira nem engedi azt, hogy annyira beteges módon nem engedi a változást, hogy az ellenreakció is egyre betegesebb, és egyre hisztérikusabb. És ugye 2022 után már nagyon sokan tényleg csak úgy gondolták, én magam is úgy érezem, meg is úgy éreztem, hogy ez a rendszer leváltatatlan, maximum, hogyha valaki belülről jön, majd akkor szétveri, vagy nem tudom. És Magyar Péter és a Tisza párt ennek a... Sőt, Tisza pártról nem is beszélhetünk szerintem, mert használjuk azt, hogy Tisza párt, de valójában nincs még olyan, hogy Tisza párt, és nincs még olyan, hogy Tisza párti identitás, hanem Magyar Péter van. És Magyar Péter ezt a belülről jövök kártyát tartotta a kezében, vagy fákját, nem is tudom, inkább fákja volt, és hát erre a legkülönfélébb emberek, mert én is beszélgettem sok Tisza szavazóval. Sőt, én még Tisza ilyen idézőles taggal is beszéltem, aki úgy érzi, hogy ő a Tiszának a tagja, és akkor megkérdeztem tőle, hogy most ez pontosan mit jelent, tehát, hogy ő hogy került a központtal kapcsolatba, akkor erre nem volt válasz, tehát, hogy, mert még a pártszervezés nem tartott, hanem ők magukat kinevezték egy városban a Tiszának. És van olyan város, ahol több ilyen csoport is létezik párhuzamosan. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon-nagyon kaotikus valami, amit egyelőre az a remény fűz össze, hogy ez le tudja váltani a rendszert. És nagyon érdekes, hogy az Azária jelenség és a Magyar Péter jelenség között van-e kapcsolat. Én ezzel... Hát ilyeneket szeretem nagyon, az ilyen popkultúrális összehasonlításokat. Én ezen gondolkodtam, és nem jutottam még eredményre, hogy ezt én is így bedobom ide az ételbe, meg a kedves hallgatóknak is egy ilyen gondolkodási inspiráció, remélem. A már-már hisztérikus rajongás tekintetében van, vagy úgy tűnik, hogy vannak hasonlóságok, de azt gondolom, hogy a Azaria esetében ott a termék az beazonosítható, amit a Magyar Péter politikájában nem annyira látok. Tehát Azaria valami mást jelenít meg a zenében, mint amit korábban mások. A Magyar Péter, mint politikus, amiket mond, hogyha csak leírva látod a szöveget, akkor ez egy jó teszt lenne, hogy leírod Magyar Péter mondatét, és rána, meg nem tudom, más ellenzéki politikusok. Kunhalmi politikus, Ágnes mondta-e? Kvízjátékot szegény, tudnánk játszani. Valahogy úgy alakult, hogy mindenki szegény Kunhalmi Ágnest hozza ilyenkor elő, vagy fölmondja Magyar Péter a Kunhalmi Ágnes összest, de tényleg nehéz lenne megkülönböztetni írott formában azt, hogy most ezt kimondta, és kikövetelte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást. Igen. De mégis van valami ilyen posztmodern rajongás, ami bennem továbbra is ilyen gondolatokat ébreszt, hogy én szeretek a társadalmi pszichológiával foglalkozni, tudom, hogy egy pártelnöknek nem ilyenekkel kéne foglalkozni, most én ezt úgy veszem ezt a beszélgetést, hogy most kiléphetek egy picit ebből a szerepből, és elemezgethetünk. Voltak a demokráciának más országokban több évtizedei, sőt évszázadai, ahol ilyenekkel foglalkoztak pártelnökök, tehát szerintem ezt tegyük meg, igen. Jó, úgyhogy ez számomra továbbra is egy kérdés, hogy
hogy a politika ebben az értelemben hogyan alakul a 21. században. Tehát az a fajta klasszikus politikai kép, ami bennem él, és amire én így valamilyen szinten nosztalgiával gondolok vissza, hogy vannak programok, vannak viták, van szervezetépítés, vannak lakossági fórumok. Nyilván az online tér is ilyen szempontból egy módosítva, de a klasszikus politika eszköztárába tartozik nekem, hogy ez lesz-e még, vagy van-e még. Vagy a politikának teljesen új időszaka jön, és ilyen nagy flashmobok lesznek, ilyen nagy Facebook, vagy nagy online kampányok, amikről most nemrégiben olvastam a Mércén egy cikket, egy nagyon jó cikket, a Csigó így van, Péter az egy nagyon jó cikkét, a Magyar Konyról, ami ugye arról ír, hogy itt valójában azt a hibát követtük el sokan, hogy ilyen ugye gazdasági analógia alapján értelmezi ezt az egészet, hogy egy árupiaci, hogy mondjam, attitűddel próbáltuk megfejteni azt, ami történik, pedig ez egy pénzpiaci vagy tőzsdei jelenségként értelmezhető inkább, és ez engem nagyon inspirált. De ő ezt Magyar Péterről írja, de az én kérdésem az, hogy nem lehet, hogy tehát Magyar Péter az nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete ilyen értelemben? Tehát, hogy egy új politikai forma jelent meg ezzel, ami egy ilyen, ami nem tartós politikai struktúrákra törekszik. Talán itt jutottam el arra, amit mondani szerettem volna, hogy a klasszikus politika azért tartós politikai struktúrákra törekszik. Intézmények létrehozására, szervezetek létrehozására, hosszabb távú gondolatok kifejtésére, és ezáltal a napi politikát is valamilyen irányba viszi. Lehet, hogy itt most már ez egy ilyen ide jött dolog lesz. Igen, csak nekem az az állításom, hogy a Magyar Péter letükrözi azt, hogy valójában ez történt a jobb oldalon is. És az is egy pénzpiaci jellegű dolog, ahol Orbán Viktor jelenti az árfolyamot. Ott sincs már intézmény, meg struktúra. Nem tudjuk, mi a jobboldali kultúrpolitika, azt tudjuk, hogy mi Demeter Szilárdnak a személyes ízlése, de azt nem tudjuk, hogy milyen kulturális típusú állításai vannak. Nem tudjuk, hogy mi a jobboldali rendvédelem, azt tudjuk, hogy Orbán Viktor szerint Pintér Sándor jól csinálja. Tehát, hogy nincs ott se már programvita kifejtve. Lehet beszélni, hogy vajon a miniszterelnök külpolitikában fejte ki programot, ez egy érdekes kérdés, de a dolog bázisa ott is ez a részvénypiaci dolog. És de hogy ők ezzel, hogy szabadba vágtam, de ők, mint hogyha ez ellen, tehát ezzel számolnának, és ezt így elszenvedik, de azért Orbán Viktor azért bizonyos időközönként próbál valamilyen mértékrendi, ideológiai keretet, narratívát találni arra, amit képvisel a Fidesz. Igen. Tehát, hogy szerintem, és ez nekem, ez még a klasszikus politizálás, miközben nem értek nagyon egyet azzal a narratívával, amit ő most képvisel, de a klasszikus politikának a struktúra képző keretei közé tartozik az én szememben ez. Tehát ilyen jellegű narratívát az ellenzék, vagy most Magyar Péter nem kíván adni. És lehet azt mondani, hogy még nagyon friss. Kétségtelenül hiába próbálja a miniszterelnök magában mást mutatni, de hát mindig kiviláglik, hogy ő valójában egy liberális eredetű értelmiségi a demokratikus ellenzékből, ugye hát elég egy könyvajállót, és utána azt hiszem mi ketten voltunk valamilyen országos pártvezetői, akik nem raktuk ki utána, hogy milyen könyveket olvasunk. Tényleg, tehát most már egy ilyen péniszméregetés van az olvasásból is, ez is egy ilyen mém lett, de... Mindenki de, egész jó könyveket olvasott egyébként. Állítólag. Hát mindenki egész jó könyveket tud befotózni. Uh-huh. De azért ő alapvetően mond ilyen dolgokat, de a Fidesznek a bázisa már az ő személye, függetlenül attól, hogy mit mond. Tehát én nem gondolom, hogy ezeket a külpolitikai hajtókanyarokat, amiket ő leírt az elmúlt mondjuk 4-5 évben, ez a magyar társadalomban, nem, ezt nem gondolom, hogy tényállítást közlök, ezt nem követte le a magyar társadalom. A magyar társadalom még mindig jobban utasítja el az oroszokat, mint az Egyesült Államokat. Ez a legutóbbi Pew Research mérésből is kiderül. És mégis azok az emberek is, akik jobban elutasítják az Egyesült Államokat, mint az oroszokat, szintén leszavaztak a Fideszre. Tehát láthatóan a ilyen hajtűkanyaroknak nem ilyen jellegű jelentősége van. És akkor kérdés, hogy mi a jelentősége a magyar emberek számára a politikának, hogy mi az, ami a magyar politika gondolataiból lecsapódik az emberek számára. De amit mondtál, az számomra, hogy a beszélgetés erejére visszakanyarodjak, azt
pontosan azt erősíti meg, hogy Orbánnak mennie kell. Tehát, hogy az a politika, amelyik már elszakad a társadalomnak a többségi alap meggyőződéseitől, mondjuk itt az, hogy például a nyugathoz való tartozásunktól, az nem biztos, hogy egészséges, hogy a kormányon van kétharmaddal 14 évig. Tehát itt most már szerintem egyszerűen 2026-ra vetítve 16 évig, tehát 4 cikluson keresztül, nem így kezdte nyilván a Fidesz a külpolitikáját, de most már az utóbbi 8 évben ez azt gondolom, hogy erős, és erős tendencia, és ez bennem fölveti annak a lehetőségét, mint aki azt feltételezi, hogy a Fidesz azért mindent megmér, és ezzel a számmal, amit mondtál, valószínűleg ők is tisztában vannak, hogy ez már nem külpolitikai racionalitás, és nem is külpolitikai gondolkodás, vagy esetleg egy, nem tudom, egy társadalmi formálásnak a kezdete, hanem egyszerűen egy külpolitikai kényszer. Én azt dekódolom, hogy valójában ez a háború és béke kérdés, ez azt jelentette, és ugye ebben pedig a kormány álláspontjával ért egyet a többség, az ellenzékiek többsége is, és persze itt be lehet menni, hogy a kormánynak valójában nem tudjuk, mi az álláspontja, mert ugye legyen béke, ezzel mindenki egyet ért, milyen áron, az egy másik típusú kérdés, de talán abban van egy elég jelentős társadalmi konszenzus, és szerintem Magyar Péternek az egyik pozitívum, hogy az ellenzéki térfélen is végre megjeleníti ezt, hogy a nyugat, tehát ez a nagyon rossz szót használva konvergencia, diskurzus, amiben mi is ismerjük a politikából, ami 30 évig volt, ennek már az ellenzéken belül sincs többsége. Tehát nem kell azt mondani, hogy a nem tudom, még biztosnak igaza van, meg mindenkinek igaza van, aki külföldi automatikusan, hogy ez már nincs. Mert ugye amikor ezt mondták, hogy mindenkinek igaza van, aki külföldi, addig ők, akik mondták, azok szűrték meg, hogy melyik külföldinek a véleményével találkoznak. De mivel már annyira kinyílt a világ, és mindenki olvas külföldi emberektől különböző véleményeket, nem gondolja azt, hogy minden nyugatinak mindig igaza van, mert hát pontosan látja, hogy melyik nyugatinak nincs igaza. Szerintem ebben ezt jelenti talán ez az én dekódolásom, de visszatérve itt a Ennyit hagy reagáljak már ahhoz, hogy szerintem nem a háború és béke az, ami valójában a magyar külpolitikában zajlik, mert tehát, nyilván, hogy ki mit ért háborún és ki mit ért békén, az nagyon sokrétű lehet, de szerintem abban konszenzus van, te is mondtad, mindenki békét akar, senki nem akarja a háborút, hanem amiben szerintem itt fontos külpolitikai változás van, és akkor megint erre azt mondom, hogy OMK, tehát Orbánnak mennie kell, Hogy itt zajlik a betű szó is van. Jézus. Persze, így van. Igen. Jobb, mint az O1G, nem? Sokkal. Na. Bármikor inkább. Okay. Szóval azért OMK, mert ami most a világban van, ezt majd a történészek 50 év múlva valószínűleg úgy fogják nevezni, hogy második hidegháború. Az Egyesült Államok és Kína között, vagy a nyugati világ és Kína között. És ebben a szituációban történik ez. És ez az, ami riasztó, hogy nem egy kínai faló, ami itt be lett tolva Magyarországra. Mert azért, ha megnézzük ezt az aranyvízum ügyet, megnézzük a Belgrád-Budapest vasutat, megnézzünk egy csomó mindent, ami kínai hitelt, akkor egyre több olyan félelem jelenik meg bennem, hogy valahol, valamikor elkövette a magyar külpolitika egy súlyos hibát, és belesodródott egy ilyen kínai elköteleződésbe. Miközben én azt mondom, az ellenzék számtalan szereplőjével ellentétben, hogy nem szabad egy ilyen zsigeri Kína ellenes politikát folytatni, csak nekünk Kína partner lehet, de szövetséges nem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Magyarország geopolitikai, meg történelmi adottsági alapján azt a lépést, amit talán Ungvári Krisztián már meg is írta valamelyik jobboldali médiumban, nem tudom, hol. Nem Krisztián. Vagy bocsánat, Zsolt írt, elnézést, bocsánat. Nagyon gyakori vezeték. Igen, elnézést, hogy összekövertem őket, mert valami olyat írt, amit valószínűleg az Ungári Krisztián nem írt volna. Ő arról írt már, Ungvári Zsolt, hogy lényegében egy ilyen Szent Istváni fordulat kell visszafelé most. Tényleg elolvastam azt a cikket, mert a Válasz Online-ban hivatkoztak rá. Ne beszéljünk róla, mert ebben arról is beszélhetnénk, hogy Jézus Krisztus ukrán volt-e. Oké, persze, jó, csak tudod, hogy mondjam, tehát amikor már ezek is így megjelennek, leírásra kerülnek ilyen dolgok, akkor az azt jelenti, hogy ez ott valahol benne van a kollektív tudattalamba. Vagy most már kollektív tudatba. Igen, ugye
Én írtam arról, hogy mivel nem értek egyet a miniszterelnök Tusnád fürdői beszédében, és a külpolitikában nagyon együtt tudok menni az OMK gondolattal, hogy én is elkezdem használni. Na, milyen sikeres. Igen. Szerintem Kína nem törekszik arra, hogy Magyarország a szövetségese legyen. Szerintem másképp gondolnak Európára. Nekem az a problémám inkább a miniszterelnök gondolataival, hogy nem, tehát leírja, hogy új világrend lesz, ez igaz. Tehát az, hogy a Európának csökkenni fog a világgazdaságban betöltött szerepe, ez egy tényállítás, ezzel nagyon nehéz vitatkozni, és igen, el fog következni pár éven belül az, hogy Indonézia nagyobb szereplője lesz a világgazdaságnak, mint Hollandia, csak ez a természetes állapot, mert hányszor több ember él ott. Tehát ez egy, és nem tudom, hogy nekünk a nyugat-európaiaknak ezt a gyarmatosító fölényét miért kell védenünk, tehát ez a problémám ezzel az Európa hanyatlik diskurzussal, hogy ez egy nyugat-európai diskurzus, és mihez képest hanyatlik? Ahhoz képest hanyatlik, amikor a gyarmatosítása által uralták a világot. Ha megnézzük a gazdaságtörténetet, akkor Ázsiának abból az egyszerű tényből adódóan, hogy nagyobb és több ember él, nagyobb volt a befolyása a világra, mint Európának, mert kisebb és kevesebb ember él ott. Ez egy ennyire egyszerű matematika, tehát ezt önmagában nem tartom egy tragédiának, de azt kicsit jelenti, hogy a világrendszer változik, de én azzal nem értek egyet, hogy nem biztos, hogy ez nekünk jó lesz. Tehát én ezt próbáltam ott megfogalmazni, hogy lehet, hogy ez nekünk rossz lesz. Hát a miniszterelnök is azt mondja, hogy ez nekünk rossz lesz, hogyha nem fordítunk nagyobb energiákat a keleti erőterek felé. Én meg pont úgy látom, hogy akkor lesz rosszabb, hogyha mi ezt a lépést megtesszük. Tehát lehet, hogy a nyugat veszít a gazdasági, politikai, diplomáciai erejéből a világban, de nekünk nem biztos, hogy erre az a adekvát válaszunk, persze, hogy akkor mi most akkor... Ahogy nincsen egy egységes kelet. Tehát ez egy abszurdum. Tehát ebben, amit mondtam, ebben az ázsiai statisztikában, ebben benne van Dél-Korea is, meg Kína is, meg Indonézia is, meg tehát hogy olyan országok, amelynek nagyon eltérő. Hát és ugye Indiáról ne beszélünk. Igen, nagyon eltérő politikai álláspontjaik vannak. De én csak azért akartam ezt felhozni, mert szerintem az a baj, amikor azt mondjuk, hogy egységes Európa kell, és kell európai valami védelmi, ez most már egyértelmű, hogy kell európai védelmi erő, látszik, hogy nem lehet az Egyesült Államokra hagyatkozni sokáig, akkor azért az föl fog merülni, hogy ki lesz az európai egység irányító országa. És szerintem a magyar történelem, tehát történelemszakot végeztél, magyar történelemben a általános szempont, még a második világháborún kívül is, az, hogy a Németország által vezetett Európa általában nem szokott Magyarországnak sok szuverén teret adni. Tehát nekünk nem jó, ha Németország egységesíti Európát, és egy német hegemon lesz. Márpedig valaki vezetni fogja az európai egységet egyik állam. És az teljesen kizárt, hogy valakik vezessék az Európai Uniót? Még tehát a német-francia tengely tud lenni. Igen, pont ezt akartam szóba hozni. Nem sokkal jobb. Nem sokkal jobb, de egy fokkal azért jobb, mint hogyha egyed... És ezért hatalmas tragédia a Brexit számunkra. Így van, pont ezt akartam, akkor igazából elmondtad, amit szerettem volna, hogy a német-francia is, hogy milyen kár, hogy már nincsenek benne a britek ebben az egészben. Én azt gondolom egyébként, hogy az európai egységnek nem pusztán politikai kihívásai vannak, hanem lehet, hogy ez megint, most én megint ilyen túl történelmi filozófus leszek, de hogy szerintem identitás probléma van az Európai Unióban. Tehát, hogy azt a fajta identitást, hogy Európa, azt nem éljük meg. És ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, mert úgy kellene megélnünk ezt az európai identitást, mint egy közös identitást, ami Romániától Portugáliáig összeköt bennünket, hogy közben azért ez a kontinens, ahol a nemzeti gondolat a történelem során a legjobban megerősödött, az a nemzeti gondolat, aminek most a reneszánsza van, mert ugye, hogy ha van egy elbizonytalanodó világ, akkor keressük az identitásunkat, és legegyszerűbb megtalálni a nemzeti hovatartozásunkban. Tehát, hogy azt mondja, hogy én magyar vagyok, és akkor én vagyok valaki ezáltal. És ezzel az a probléma, hogy tudod az európai egységet úgy megteremteni, hogy közben van itt nagyon-nagyon erős nemzeti identitások, annak, amik erősödnek a 21. században, tehát nem visszafelé, de nem visszafelé fejlődik a nemzeti identitás, hanem most egyre több embernek ad kapaszkodót, és a politika is ráadásul még rá is telepedik ennek a folyamatára. És
ez a folyamat erodálja az európai identitást, sőt, sok esetben, ahogy Magyarországon ezt láthatjuk, és akkor megint OMK, Magyarországon az európai identitás ellenében épül meg, vagy erősödik vissza a nemzeti identitás. Tehát, hogy a magyar identitásunknak egy negatív eleme, vagy egy ahhoz képesti, tehát nem azt mondjuk, hogy van egy organikussága, hogy mi magyarok vagyunk, és ezáltal európaiak, hanem mi magyarok vagyunk, és ez Európával bennünket szembeállít. Tehát, hogy így ilyen ellentétek alakulnak ki. Na mindegy, ezt csak azért hoztam ide, hogy mi lesz az a közös európai identitásunk a 21. században, amit át tudunk úgy élni, hogy közben a nemzeti identitásunkban sem érezzünk csorbát. Tehát én itt kezdeném valahol a gondolkodás, és lehet, hogy ez fölöslegesnek tűnik, de szerintem azért nem fölösleges, mert ahhoz, hogy egy közösséget te megformálj, ahhoz annak a közösségnek valamit éreznie kell, valami közöset. Ahogy a szóban is benne van. És ezt nem érezzük. Pedig létezik valami. Tehát hogy azt hiszem, hogy ha egy svéddel, itt ülne most egy svéd, itt ülne egy bolgár, meg mondjuk mi, és aztán átmennénk egy asztalhoz, ahol meg indonéziaiak ülnek, meg indiaiak, akkor mi azt éreznénk, hogy inkább az előző asztalnál tudtuk megértetni magunkat, vagy voltak közösek a reflexeink, vagy a gondolkodásunk. De ezt nem tudjuk most, ezt nem tudom neked lefordítani, vagy nem tudom, le tudjuk-e fordítani európai szintre, hogy mit is jelent európainak lenni, és hogy ezt hogy éli át a mindennapok embere? Hogy mutatja meg ezt hogy mutatja meg az Európai Unió, az európai, Európához való tartozásnak az élményét, az örömét a mindennapokban? És én sokat gondolkodtam, nem csak én, hanem a 2RK-ba próbáltunk sok energiát szánni arra, hogy milyen európai intézményrendszer lenne jó. Hogy mi legyen a mi európai intézményrendszerhez a viszonyunk, hogy a bizottság, a parlament, az Európai Tanács, hogy ezekhez hogy álljunk. És nagyon érdekes volt a folyamat, mert nagyon komoly kritikákkal mentünk bele ebbe a beszélgetésbe, ezekbe a vitákba, és aztán a végén volt egy ilyen elfáradás, és arra jöttünk rá, hogy lehet, hogy igazából nem is olyan rossz ez a rendszer, mint amilyen rossznak megéljük. Tehát vagy inkább akkor azt mondanám, hogy nem biztos, hogy olyan könnyű jobbat ajánlani. De nem biztos, hogy rossz, mi a célja, minek van? Ha annak van, ami az eredeti célja volt, hogy ez egy alapvetően gazdasági alapú államszövetség, amely közös piac alapján, és ugye az alapján, a gondolat alapján, hogy a közös gazdasági tevékenység és a nagyon közeli kereskedelem az megszünteti a háború lehetőségét, ez volt tulajdonképpen a szén és acél közösségnek az egyik alapító gondolata. Ha így nézzük, akkor se teljesen sikeres, de akkor ennek az ambíciónak valamennyire meg tud felelni. Ha ezt a struktúrát, amit mondjuk úgy nézzük, hogy létrejött tőle a föderális Európa, amit páran szeretnének, ami arról szól, hogy én a Regáttól Észak-Portugáliáig ugyanabban az államszövetségben élek, akkor nem sikeres, de ugye nem erre jött létre. És én azért tehát abban ambivalencián van, hogy nem tudnám mondani, hogy ennek az Európának hol van a határa. Tehát itt azért... De szóval, hogy az európai, persze, hogy tudod, de az Európa az eleve egy konstrukció. Hát ezt mondom, hogy akkor abban az asztalnál, ahol mondtad, akkor ott a grúzok ott ülnek-e, meg az albánok, meg a bosnyákok, meg a törökök, meg a kirgizek, és akkor itt az oroszok, tehát a legfontosabb geopolitikai kérdés. Mit csinálnak az oroszokkal? Az ukránok, tehát... Valószínűleg ez az a kérdés, amire sohasem lesz örök válasz, ami így ilyen időn és téren felülálló tuti válasz, hanem ezt mindig újra kell majd fogalmazni. Csak én csak azt gondolom, hogy most nincs ez megfogalmazva. Nincs megfogalmazva, mert most az van megfogalmazva, hogy van egy lejtő, ami Portugáliától tart Romániáig, és minél nyugatabbra vagy ezen a lejtőn, te annál jobb minőségű társadalomban élsz, és a fordított, de annál rosszabb minőségűnél. És akkor ez a lejtő folytatódik szegény grúzok meg örmények felé, akik nem tudom, az európai lejtő legalján vagy legperiférikusabb részén vannak. De hogy szerintem ezt újra kell fogalmazni, és ez az én nőkém, amit mindig felhozok, de tényleg, hogy valami szerintem akkor lesz európai identitás, ha valamilyen módon újra gondoljuk mi azt, hogy mit jelent kelet-európainak lenni. Hogy van valami gondolatunk erről. Azon kívül, hogy úgy alakult Jalta, hogy
mi ezen az oldalán vagyunk a vasfüggőnek, ezen túlmenően, ha valamilyen pozitív identitást adunk ennek, akkor tudunk európaiak lenni. Ez nekem nagyon szimpatikus gondolat, mert lehet, hogy és egy ilyen organikusság lehet, hogy megjelenhetne, hogy jó, vannak a nemzetállamok, és utána lehet, hogy nem az első ugrás nem az európai még, tehát hogyha ilyen nézzünk egy ilyen organikus növekményt, hogy a nemzeti identitásból nem egyből európai identitásba kell ugrani, hanem akkor először ugorjunk egy kelet-közép-európai identitásba, valakik ugorjanak egy észak-európai identitásba, valakik egy mediterrán vagy dél-európai identitásba. És akkor ebből lehet, hogy 4-5 ilyen kategóriát, vagy akár többet is találunk Európában, és utána ezek együtt rajzolják ki az európai közöst. Tehát lehet, hogy ez volna ilyen értelemben a feladat, mert abban totál igazad van, hogy azért az az elmúlt, hát most már 1000 év, nem? De ami így Kelet-Közép-Európát valamilyen szinten összeköti. Most hogy ez kinek mennyi és kinek hogyan alakult, mert itt azért még a cseheknél voltak ebben ilyen-olyan árnyalatok. De azért mégiscsak hasonló, csomó hasonló élményünk van ebben a régióban. És hogy ez jó lenne, hogyha és most nem csak politikailag, meg V4-ek, meg ez is több oké, meg fontos is szerintem, hanem tényleg egy identitás szempontjából is megrajzolni. Igen, én most írtam valamit, ami meg fog jelenni a Spike-ton erről, hogy hallgattam két ilyen hipstert a Madács tére, ahol arról beszéltek, hogy 2001-ben megszűnt a posztmodern, mert visszatért a történelem, vagy nem tudom, a posztmodern nem jó szó, és akkor különböző elméletek vitatkoznának velük, de én ugye ezt hallottam tőlük, tehát még mielőtt valaki egy kommentbe leírja, ha már a kommentelőkről beszélték. Szóval, hogy ahogy 2001-ben, szeptember 11-én véget ért a fukuyamai liberális hegemónia elmélet, és visszatért a történelem, és utána elkezdtek ilyen művészetelméleti dolgokat mondani, hogy azóta már nem lehet, nem tudom mit csinálni, mindegy. Ez a lényegtelen. És ott ültem, és magyarul zajlott ez a beszélgetés, és azon gondolkodtam, hogy ezek kb. Velem egy idős, pár éve fiatalabb két fiú volt, hogy ugye, tehát 90 után rögtön Magyarországról lehetett hallani, ahogy bombázzák a volt jugoszláv tagköztársaságokat. Ez a második ukrajnai háború, ami így van, Grúziába bevonult Oroszország. Csecsenföldön volt még egy háború, és akkor még ezt tudnám folytatni, hogy így az úgynevezett közeli Európában mik történtek. Tehát, hogy tehát a szavainkat vesztettük el, és a saját régiónkból a dolgoknak a leírását vesztettük el globálisan, amerikai szempontból. Ez egy nagy törés volt szeptember 11, súlyos tragédia volt. Nagyon szomorú, hogy azok az emberek meghallottak, de hogy a Madács térről azt kéne gondolni, hogy a történelem nem történt 90 és 2001 között, hát szerintem ez picit erős, és ezt csak azért mondom példának, mert ezeket egyszerűen elvesztettük. De nem tudunk a saját magunknak megfogalmazni már ilyeneket, mert minden egyes kifejezés, amit használunk, az onnan jön, az a metropoliszból jön. És ez is okoz nagyon sok emberben amúgy frusztrációt, hogy ezeket a dolgokat nem tudja kiélni vagy leírni. Viszont akkor, hogy mondjak erre, már itt háborúkat említettél, picit lehet, hogy másfelé kanyarodik most így a beszélgetés, de hogy azért mégiscsak az Európai Unió mellett szól az, hogy 70-80 éve nem volt háború Európában. Európai Unió belül nyilván. Igen. Azért, mert mondtad, hogy ugye nyilván a Belgrád bombázása, meg a grúz orosz háború, mert voltak meg, ugye most is zajlik egy háború Ukrajnában, de hogy az Európai Unió területén belül, és azért itt, ha megnézzük a történelmnek az előtte lévő időszakát, ugye volt két világháború, ami Európából indult, folyamatosan háborúk zajlottak a kora újkorban, a középkorban, tehát hogy amióta Európa úgy politikailag megszületett, állandó háborús övezet volt, és azért az valami csak jelent. Tehát, hogyha az Európai Unió, amivel kapcsolatban nekem is számtalan kritikám van, ha valahol érdemes volna önmaga értékét, meg fontosságát megfogni, akkor az lehet, hogy ez lenne. És az lehet, hogy veszélyes, hogy fölnőtt egy olyan generáció, mondjuk a mi generációnk és az utána a jövő generáció, akinek már nem volt, hála Istennek, háborús élménye. De abban az értelemben ez probléma lehet, hogy ezáltal lehet, hogy túlságosan meg is szoktuk a jót, és azt gondoljuk, hogy milyen védett státuszú, nem tudom, porszemek vagyunk az univerzumban, akik nem fognak háborút átélni, és így is legyen. De azért ez az ukrán konfliktus, meg ahogy a világ most halad, azért az óvatosságra kell, hogy incsen bennünket, és szerintem ez is az európai együttműködésnek egy fontos proérve lehet.
Itt a vége felé annyit hadd mondjak el, hogy én abban vitatkoznék, hogy ez hogy az Európai Unió tagjai között nincs háború, ez egyedül az Európai Unió miatt van. Szerintem az a NATO és a hidegháborús győzelme Egyesült Államoknak amiatt van inkább. Annak ellenére, hogy tudom, hogy nem minden EU-s tag NATO tag, de azért az európai biztonsági architektúrát alapvetően a NATO biztosítja, és ez volt, hogy ezért az európai kontinensen nem jött után egy hidegháború volt, utána meg már a hidegháború végül az se volt. De itt még csak arra akartam kitérni ebben, hogy de azt gondolod-e, hogy ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy számítanak ezek a külpolitikai kérdések például? Volt egy EU-s választás, ahol nem igazán beszéltünk európai politikáról. Én nem emlékszem, hogy bármilyen európai politikai kérdés valóban a politikai napirenden. Mi igyekeztünk, a 2RK nagyon sok külpolitikai kérdés, meg uniós kérdés. Igen, emlékszem a köztévés vitára, az MSZ mondott ilyet, én is mondtam ilyet. A legegyszerűbbet se vetettük fel. Én elmondtam százszor, senkit nem érdekelt, de ez nem is egy érdekes téma, tehát nem az a probléma önmagában, hogy mit tudom én, minek van Strasbourg. Csak mondok egy példát. Hogy ez, hogy az Európai Parlamentnek kettő székhely van, azon kívül, hogy rettentő drága és pazarló és kényelmetlen azoknak, akik ott dolgoznak, semmi értelme nincs. Akkor viszont egy gyors becsúszás, csak aztán ne feledd a gondolatmenetedet. Vagy ha már van Strasbourg, akkor miért nincs még egy-két olyan város, akár itt Kelet-Közép-Európában, nem tudom, Trieste, amit ugye magunkénak tudnánk érezni mi is. Hogy mi is azt, nem azt éreznénk, hogy valahol ott a magos minisztériumban, ott Strasbourgban, meg Brüsszelben döntenek a sorsunkról, hanem tudom, hogy ez csak egy ilyen szimbolikus dolog, de hogy itt valahol a közelünkben is van. Én, hogy mondjam, életvitel szempontjából is szerintem jobbat tenne az európai politikának, ha mondjuk a szicíliai tengerparton lenne az Európai Unió központja, én ezt nagyon tudom támogatni. Szerintem az olasz kormányzat. Egyre többen indulnának uniós képviselőnek. Így van, most még ennél is többen nagyon jó fizetés, és még lehet Szicíliában is lakni. De tehát, hogy számítottak-e ezek a kérdések? Hát most nyilván a költői kérdést tettél fel valahol, mert hogy nem számított ebben a kampányban itt Magyarországon. Még úgy módosítanám a kérdésedet, hogy egyáltalán a magyar társadalom mennyire érzékeny a külpolitikára, túl azon, hogyha éppen egy olyan háború zajlik a szomszédunkban, aminek sok hatása van Magyarországra, vagy éppen migrációs válságban, mert ilyen értelemben azt láthattuk, hogy ezek a külpolitikai folyamatok, amelyek érintették Magyarországot, ezek választást eldöntő erővel bírtak. De mégis azt érzem, hogy a magyar társadalom külpolitikailag nem annyira érdeklődik a folyamatok iránt. Láthatóan az Egyesült Államok társadalma sem. Ezt nem tudom. Tehát, hogy ezt inkább csak... Hát a mérések szerint az első 15 témájukból most a választásokon nincs benne. Se Ukrajna, se Tajvan, nem érdekli a választókat. Abortusz, gazdaság, ez a kettő érdekli őket. Miközben az amerikai politika azért nagyon nagy százalékban külpolitikáról szól. A magyar külpolitika, vagy a magyar politika még nyilván ennél sokkal kevésbé, ráhatásunk is kevesebb, de hogy azt nem tudom, hogy más országban mi van, de azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy ez a Kárpát-medencei zártságunk, ez egy ilyen karaktert is kialakított, tehát hogy az Operenciás tengeren túl van már a külpolitika, tehát az már minket nem érint. Maximum tényleg, hogy csak valami nagyon-nagyon-nagyon fontos vagy súlyos dolog történik, mint a migráció vagy a háború, és ez szerintem nem jó. Tehát ez például lehetne a magyar politikának a 2RK-ban is, én azt gondolom, hogy ezt mi igyekszünk, meg ahogy te is mondtad, ti is igyekeztek ezt így tágítani, de ez egy edukációs feladat szerintem a politikában, hogy a külpolitikát, ami a 21. században, most ilyen közhelyeket mondok, a globális világban megkerülhetetlenül fontos. Hát én értem, belpolitikává válik. Így van. Ezt a politizáló társadalom számára kézzelfoghatóvá, átélhetővé, meg vitatárgyává kell tenni. Én nagyon szeretem a külpolitikai vitákat, amikor országgyűlési képviselő voltam, én a külügyi bizottságban voltam, mert engem nagyon érdekel a külpolitika, és azt gondolom, hogy nem csak érdeklődés szintjén, meg izgalom szintjén, hanem azért, mert ez bennünket is nagy mértékben meghatároz. És ahhoz, hogy jó döntéseket tudjunk hozni Magyarországról, és ne sodródjunk bele olyanba, mint amiben most úgy tűnik, hogy belesodródott a magyar külpolitika, ahhoz szerintem a magyar társadalmat is külpolitikailag fel kell vérteznünk. Szerintem ez egy nagyon szép végszó volt, és köszönöm szépen a beszélgetést. Remélem lesz még ilyen.